Sziasztok, Villeg András vagyok, ez Páter Endre Szakácsa. Mai nap kollégámmal fogunk együtt sütni. Szervusztok, én Patkó Dávid vagyok, Matuszot ZRT-nél dolgozom, technikai és pozícióban. És én leszek ma András segítségére, szuper alapanyagokkal dolgozhassunk. Mai napon, ugye mi már ezt elkezdtük, ti hallottatok is róla, ugye olimpia, olimpikonoknak a kedvenc ételei, és hát frissen visszavonult Cselacinak a egyik kedvenc étele a steak, illetve a libamáj. És ezt most együtt jelenítjük majd. Igen, én arra gondoltam, hogy ezt hozzuk össze egybe, ehhez kértük a segítségeteket megfelelő alapanyaggal. Mit hoztál nekünk? Hoztam egy argentin ribeye steaket, tehát ez egy rostélyos, magyarán szólva, és egy hungarikumot, ugye a libamájat. Gyönyörű szépen, nem is tudom, ha meg tudnád mutatni. Érlelt húst, nem frissen vágott, tehát ezek minimum 30, de inkább 45 napos érlelésen mentek át. Sokkal omlósabb, sokkal ízletesebb húst tudunk kapni, nem kell tőlük félni, érdemes kipróbálni őket. Ezt fogjuk elkészíteni. Min? Hát egy Broil King Baron gázgrillen fogjuk elkészíteni, ráadásul nem tudom, mennyire ismered ezeket a típusú gázgrilleket. Hallottam róla, de nem használtam még, megmondom őszintén. Akkor steaksütésnél ugye millió egyféle módszer van, ahogy sütünk steaket, reverse sear, hagyományos, vajjal locsolgatjuk, mindenféle. Én meg fogom ma mutatni azt, hogy a Broil King hogyan javasolja a steaksütést. Előjáróban annyit, hogy ahol sütni fogjuk, hogy soha nem fog égni a gázégő. Uh-huh. Ezt azért tudjuk megtenni, mert iszonyatosan masszív az egész grill, nagyon-nagyon sok viszonylag vastag anyag van benne, ezért magához a sütéshez nem a gázégő lángját használjuk, hanem a felmelegedett aromasíneket, illetve a felforrósodott rácsot. Tehát nem közvetlen lángon ég. Nem lesz közvetlen lángon, majd megmutatom, itt kicsit ilyen trükkös lesz, mert kapcsolgatjuk ki be a gázégőket, hogy ez megfelelően működjön. Ehhez egy öntött vaslapon sütünk egy libamájat. Én arra gondoltam, hogy egy balurábbal fogjuk fűszerezni a steaket. A libamájat szerintem csak megsózzuk. Igen. Hozzá csinálunk egy gombát, amihez egy provanci fűszerkeveréket fogunk használni. Ő egy német grillvilágbajnoknak a fűszerkeveréke. Illetve én közben így előre dolgoztam, csináltam egy kis előfőzött krumplit, amit szintén meg fogunk majd sütni. Lesz egy ilyen cikkekre vágott, amiket egy alutálcában fogunk megsütni, illetve lesz, amit rácson. A cikkekre vágottat én be is dobom. Ugye, mivel fűszereztek? Őt szintén ezzel a provanci fűszerkeverékkel, és ami ugye jó, hogy van ez a melegen tartó rács, amit nagyon sokan pihentetésre használnak csak. Én nagyon sokszor sütök rajta. Ott is elég hőt kap azért. Ott is kap elég hőt, viszont például olyan dolgokat, ami lassabban sül. Uh-huh. Tehát, hogyha most azt mondanánk, hogy ez a ribeye, ez csontos, akkor valószínűleg megsütnénk gyorsan ezzel a módszerrel. És akkor ott fejezzük be, hogy a csont mellett fönt a csont mellett is, hogy úgy megkapja azt az állagot, bár mondjuk az a baj, hogy én eléggé őrült vagyok, tehát nekem a blősztéke, a steak, a többi az túlment. De ott például a pihentetésnél tudnád sütni. De hogyha beszélünk tényleg egy olyan húsról, amit lassabban kell sütni, hogyha ezt a ribájt, vagy rostélyost, ezt egybe hagyjuk, akkor biztos, hogy a melegen tartó rácson kezdem el sütni. Ott kap alacsonyabb, tehát egy visszafogott hővel kap egy hőkezelést, egy olyan 45-48 fokos maghőig ott menne el, pihenne egy fél órát, utána szeletelnénk, és utána sütnénk rá a kérget. Aha, tehát azt nem előre kérgezni. Azt nem előre kérgezném, azt utólag. De most maradjunk ennél. Jó. Én arra szeretnélek kérni, hogy akkor bontsuk ki a húsokat, illetve a libamájból majd ilyen szép szeleteket, ha vágnál nekem. Jó. Ugye, amivel kezdjük a... Köszönöm meg a húst. Gyönyörű. Gyönyörű, szép, zsíros. Amivel kezdjük a steaksütést, hogy letöröljük a húsunkat. Kap egy... Majd utána egy nagyon pici olívaolajat fog kapni, illetve ezt a balurábot. Tudom, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy a steakre csak só és bors. Ez mit tartalmaz az a fűszerkeverék? Ez só, bors, fokhagyma, nagyon pici vöröshagyma, tehát egy szenzációsan jó ízkombó. Aha. De majd meglátod, hogy szerintem érdemes picit túllépni ezen a csak sóbors verzión, mert plusz ízeket lehet adni a húsnak vele, és
pontosan ennek a technikának köszönhetően, amit használni fogunk, nem fog tudni megégni a hús, ugyanis ahol sül, ott soha nem fog a gázégő égni. Tehát ugye az érlelés miatt ez sokkal ízletesebb, sokkal, tehát nem lesz rágos a hús, mint mondjuk egy frissen vágott marhánál, ami nem volt érlelve. Annál jönnek ezek a sztereotípiák, hogy rágós, nem jó frissen sütve, én inkább megfőzöm, előfőzöm, aztán megrillezem. Tehát hogy ezeket a húsokat már nem ajánlatos ilyeneket, ilyen technológiákat alkalmazni. Tehát tényleg, hogy friss hővel, most mit gondolsz, hogy mennyi mekkora hőn és milyen hosszú fogod ezt hőkezelni? Hát figyelj, én ezt ilyen 300-350 fokon fogom sütni. Ahogy nézem, vannak vastagabb, meg van vékonyabb szelet. Hát én szerintem oldalanként 1-1 perc, aztán egy fordítunk, perc megint 1-1 perc, tehát összesen oldalanként 2 percet fog kapni. Azt szerintem bőven elég lesz neki. Meg hát ki milyen módozatot igen, szereti. Igen. Nem érdemes túlhőkezelni, mert nagyon rágós lesz, hogy akkor tényleg elérjük azt a lehet. Én alapvetően azt gondolom, hogy médium fölé nem is lenne szabad sütni sztéket. Mert aki médium fölé akarja sütni, az egyen inkább más sztéket. Így van. Tehát érdemes megkóstolni azt, amikor a szték tényleg úgy van átsütve, hogy maximum a médium, de én inkább azt mondom, hogy alá. Tehát én is ennek a híva vagyok egyébként. Ebbe teljesen egyetértünk. Gyorsan még befűszerezem a gombát, addig mesélj még nekem erről a húsról. Jó, szuper. Tehát lehet látni, hogy mennyire átszövi zsírral a hús szerkezetét, ezáltal sokkal omlósabb, sokkal porhanyosabb, jobban kezelhető lesz a húsunk, és sütés közben segítségünkre lesz ez abban, hogy a kisülő zsír még egy más aromát ad neki, a saját fagyúja, a saját zsírja a húsunknak. Nagyon kevés zsíradékot kell használni, főleg, hogyha ilyen grillel vagy ilyen technológiával dolgozunk. És tényleg én azt javaslom mindenkinek, hogy attól függően, hogy milyen vastag hússal dolgozunk, mekkora sztékkel dolgozunk, hogy a mi esetünkben 2-2 percet szálljunk ennek a húsnak az elkészítésére, hogyha egy vastagabb sztékkel dolgozunk, akkor lehet egy kicsit tovább menni benne, de a médiumot ne lépjük át, nézzük meg, hogy ez hogy dolgozik ez. Teljesen más lesz a hús íze, hogyha hagyjuk egy kicsit, hogy a nyers marha ízét érezhessük, nem pedig a hőkezelt. Kicsit én azt mondom, hogy főtt hús jellegét már annak a marhának. A libamájunk, ugye hungarikum, gyönyörű szép aranysárga. Erre egy olyan praktikát azt tanácsolnék mindenkinek otthoni elkészítése, hogy nem szabad hűtőhidegen dolgozni vele, de nem is szabad szobahőmérsékletűre hagyni hűlni. Én azt szoktam tanácsolni, hogy használat előtt egy fél órával, 40 perc előtt kihagyjuk szobahőmérsékleten, és akkor utána dolgozzunk vele. Sokkal jobban lehet vele dolgozni, sokkal szebben sül, hogyha nem hűtőhideg, de nem is olvat még. Ugyanez igaz a marhára, tehát a marhát sem ajánlatos hűtőből egyből hőkezelni, tehát mondjuk a rácsra rakni vagy serpenyőzni, hanem azt annak viszont lehet, hogy elég, annak viszont lehet, hogy jobb egy órát kint hagyni. Hát igen, én is úgy hogy szoktam, hogy temperálódjon. Hogy ne legyen olyan hideg, ne ugorjanak össze a rostok. Legutóbb, amikor találkoztunk és dolgoztunk együtt, igen, akkor a darált húsnál elmondtad nekem, hogy az gabonával etetett marhából volt. Őról amit tudsz? Ő csak egy fűvel etetett marha, és azért mondom, hogy csak, mert annak ellenére is lehet látni, igaz, hogy most közben befűszerezzük, de lehet látni, hogy mennyire átszövi a gyönyörű szépen a zsír a húst, és ez tényleg nagyon nagy segítségünk lesz abban, hogy nem fog annyira kiszáradni, és az érlelésnek hála gyönyörű, nagyon szép íze lesz neki elkészítés után. Na, hát én azt mondom, hogy akkor vágjunk is bele. Nézzük. Szóval, amit mondtam, hogy egy ilyen viszonylag speckó, én azt javaslom, hogy szeletenként süssük meg a sztéket. Jó. Mert így jobban fogja látni mindenki, hogy miről beszélek. Megnézzük különböző módozatokban? Egyiket nem, szerintem ugyanúgy. Tovább fogjuk sütni, igen, de hogy maga a technológia ugyanaz lesz. Ezt a gázégőt fogom használni, ezt teljesen elzártam. Tehát most nem ég alatt a láng. Most nem ég alatt a láng. Mindig lecsukjuk azért az illat az rögtön megcsapott. Egyből szabadulnak, tehát igen, az aromák. Mindig lecsukjuk a grill tetejét, soha nem, ez ilyen filmes bohóckodás, hogy nyitott grill-le, nem sütünk nyitott grill-le, mindig lecsukjuk a grillt. Hát én azt mondom, hogy akkor ez a steak készüljön nekünk. Jó. Mit szólsz hozzá? Tehát fordítunk. Ezen ez fordítunk jelentette. Is egyet, jó. Igen. Ugye, megfordítom. Elzárom, ezt pedig begyújtom, és megint lecsukom.
Zsiradékot ott nem használsz már. Nem. Előtte kevés olívaolajat. Ezt a kevés olívaolajat ráraktuk a húsra, ez bőven elég volt. És igazából ennyi, hogy az a zsír elég hozzá, illetve mivel szépen saját át van szőve, saját zsíradékával, így azt gondolom, hogy fölösleges. Ugye most megint fordítunk, de egy 90 fokkal elforgatom. Elzárom. Így tudjuk, hogy gyönyörű szépen berácsozni. Pontosan. És ezzel a technikával nagyon-nagyon jól meg lehet sütni. Ami nagy előnye, hogy így soha nem csapnak föl lángok. Ugye, ha megnézed a steaksütésnél, mivel viszonylag magas hőfokot használsz, ezért nagyon sokszor az a probléma, hogy fölcsapnak a lángok. Meggyullad a zsíradék, igen. Itt nem fog tudni. Fordítom. És amit nem használsz, az közben visszagyújtod, hogy ezt visszagyújtom, hogy megfelelő hőmérsékletű legyen a rács. És nézzem, milyen gyönyörű rács mintát sütöttünk rá. Az első steakünk, ami nekünk készül, az kész is van. Szuper. Ezek milyen szép rács mintát sütöttünk rá. És akkor jöhet a következőnk. Ugye csak fölrakom, ezt elzárom, ezt pedig visszagyújtjuk, hogy... Még annyi praktikát, hogy lehet ezt a rásmintát elérni. Ugye fordítunk, sütünk rá egy csíkot, aztán fordítunk rajta egy 90 fokot. Az alapvető sütünk, fordítunk vissza, és elfordítjuk 90 fokba, majd megint megfordítjuk. És akkor lesz szép rácsmintázata. Ezt egy picit tovább sütjük, ez lesz egy médium környéke, az inkább egy rare darab, ha megnézed, ott látod is, igen, hogy az azért egy tisztességes rare steak lett. Szerintem ez az ideális neki. Igen. De itt őt egy picit tovább sütjük, ő belőle lesz egy jó kis médium steak. Ugye közben az utolsó steak lekerült, a burgonya fölkerült, fölrakjuk a gombafejeket is, az egész fejeket. És akkor burgonyát sütünk közvetlenül a rácson. Burgonyát sütünk közvetlenül a rácson is, igen. Ugye az egyik az egy cikkekre vágott, ki hogy szereti jobban. A másiknál meg igazából így pirítunk rá. És András, amíg a sül, abba segíts nekem olyan információval, hogy most oda raktuk arra rásra, de megkapja itt ugyanazt az aromát, mint a faszénen sütnénk? Nagyon-nagyon hasonló aromát kap meg, mint ha faszénen sütnénk. Ugye a faszénes grilleknél azt tudni kell, hogy az a grilles íz, amit te keresel, uh-huh, vagy amit vársz egy faszénes sütésnél, az nem a faszéntől van. A faszénnek, ha jó minőségű faszénet használsz, annak füstjese nagyon van, meg ízese nagyon van. Ezért van az, hogy füstölőfát használunk adott esetben, vagy pedig ugye ami íz jön, az abból van, hogy a húsból, mondjuk ha fogunk egy ilyen steaket, ami ebből soft zsír kicsöpög, és ez lecsöpög a faszénre, ez onnan visszasül. Na ez adja meg ezt a kicsit füstös, grilles ízt. A broiken grillekben maga a rács alatt van egy úgynevezett aromarács, ami majdhogy nem olyan, mint egy vaslap. Nem vas az anyaga, de majdhogy nem az egész gázégőt befedi, és ide csöpögnek rá a zsírok, szaftok, és innen sül vissza. Aha. A Broiking legendás arról, ugye egyébként egy kanadai cég, legendás arról, hogy nagyon sok anyagot tesz a grilljeibe, és ha mondjuk föltesszük a steaket, öntött vasrácsok, már onnan egy csomó zsír, szaft visszasül. Ami onnan lecsöpög, az az aroma rácsokról sül vissza, és ami még esetleg onnan is tovább folyik, az magából az öntött alumínium sütő térből sül vissza. Aha. Tehát így szoktak nevetni azon, hogy ugye ezeknek egy csepp sem vész kárba itt akkor. Igen, de olyan szinten nem, hogy egy körülbelül ekkora csepptárca van a grillbe, és hogyha azt hetente használod mondjuk 2-3 alkalommal, minimális lesz, akkor egy 3 hónap után ki kell cserélned. Tehát nagyon-nagyon kevés zsír veszteségünk van. Sülnek a gombáink,
sülnek a krumpliaink, ezeket meg ki is veszem a gombának a tönkjeit, és akkor libamáj. Szóval te azt mondod, hogy aki ragaszkodik a faszenes grillhez, az is próbálja ki ezt a gázt. Érdemes kipróbálni a gázgrilleket, mert egyrészt nagyon-nagyon jó ételeket lehet rajta sütni. Itt viszont most nem fogom lecsukni, mert annyira gyorsan kéne forgatnunk. Nagyon-nagyon jó dolgokat lehet rajta sütni, másrészt a praktikumát nem lehet elvitatni. Tehát ha este hazaérsz a munkából, akkor 10 perc alatt már grillezhetsz is. Így van. Gyönyörű szépen sült a máj. Hát én azt mondom, hogy ennél több időt ne is adjunk neki. Igen. És a jó máj miről ismerszik meg? Tehát nem sült a felére. Igen. Pillanatokon belül nem dobta ki magából az összes zsiradékot. Igen, hát szerencsére ez mind benne maradt, és ez nekünk nagyon jól fog jönni a későbbiekben, amikor fogyasztjuk. Ezeket előfőzted, ezeket a burgonyákat? Igen, a burgonyákat ahhoz, hogy ilyen gyorsan elkészüljenek, előfőztem. Ha nem főztük volna elő, tehát hogyha most nem sztéket akartunk volna sütni, hanem mondjuk valami olyan ételt, ami sokkal lassabban sül, akkor egyszerűen héjába fölraktam volna a felső rácsra, és tökéletesen megsült volna. Gombákat még visszarakjuk. A másik burgonyát levesszük, a cikkeket, igen, amit már fölraktam. Ez a vasplatni középen jó formán egy rostlapnak megfelel, ez teljesen, ugye? Ez teljes egészében. Ez teljes egészében egy rostlap. Ez teljes egészében egy rostlap, ami olyan dolgokat, akár egy hamburgert meg tudsz rajta sütni, a gombánk megsül, és akkor utána gyorsan tálunk is egyet, és megmutatjuk, hogy mi lett belőle. Igen, én azt mondom, hogy azt gyorsan még megehetjük, és kész is leszünk vele. Hát ezt sikerült. Elkészültünk. Ezt sikerült kihozni belőle. Nagyon várom, hogy megkóstoljam a húst. Neked hogy tetszett a grill használata? Nekem az nagyon tetszett benne, amit lényegeset kiemeltél, ugye, hogy ha hazaér az ember 5 órakor, akkor ez 5 óra 15-kor az a hús már tud sülni. Nem kell a fát vágni hozzá, nem kell a faszenet hevíteni, nem kell legyezgetni. Igen. Tehát, hogy az egyszerűségében rejlik ez. És tényleg, hogyha jól elő vannak készítve az alapanyagok, akkor egy órán belül már az asztalon tud lenni az étel. Az biztos még, hát ha sztéket sütünk, akkor még hamarabb is. Azért kérdeztem, hogy hogy tetszett a grill, mert megmondom őszintén, nekem nagyon tetszett a hús, úgyhogy mit szólsz, ha azt javaslom, hogy kóstoljuk is meg? Nézzük meg, hogy mit tudunk ebből összehozni. Nézzük a libamája. Gyönyörű, szép, nem is kellett neki több. Hát nem is szabad, én azt gondolom, hogy... És akkor a húsunkkal. Hát ő azért egy rare steak. Ahogy mi szeretjük, ahogy mi igen. Szeretjük, igen. Hát én is megnézem, hogy... Megválok az első falatot. Első falatot nézzük meg. Hát... Egészségünkre. Egészség. Egy gyomlós hús, egy lágy libamája. Szerintem szenzációs kombó. És tényleg érezni a faszénnek a tulajdonságait egyébként, holott ez egy gázgrillen készült. Igen. Nagyon jön. Itt arról beszélünk, hogy ezek a lecsöpögő zsírok, ezek adják ezt az ízt. Szerintem szenzációs lett. Szuper volt. Hát szerintem érdemes lesz ezt mindenkinek kipróbálni. Jó hús adott, jó grill adott, már a recept is megvan. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenkinek hajrá! Köszönöm, hogy itt voltál ma is. Ha tetszett, és kíváncsi vagy további recepteinkre, nyomj egy lájkot. És iratkozz fel a csatornánkra.